Sok szeretettel köszöntjük az április 1-i heti friss minden kedves nézőjét, hírek közérdekű információk következnek. Április 3-án kerül sor a közös nevező kiállítás sorozat keretében Bátki Zsuzsa, a soproni tanár képzőművész, az Alkotás Öröme című tárlatának megnyitójára. A 17 órakor kezdődő program a Vigadó emeleti galériájában lesz, amelyet dr. Dobos György, a Helytörténeti Kör Közművelődési Egyesület elnöke nyit meg. Közreműködik dr. Dobosnyi Pesznyiki Bolya Kazinczy díjas magyar tanár és a Monori Zeneiskola növendékei. Mindenkit sok-sok szeretettel várunk. Április 4-én a Vigadó dísztermében Mocsári Károly és Balázs János közös koncertjén vehetnek részt, melyen Csajkovszkij, Doknányi, Rachmaninov, Glanzberg művei csendülnek fel. A belépőjegyeket elővételben és a helyszínen is megvásárolhatják. Monoron is több tucat olyan egyesület működik, amelyek jogosultak a személyi jövedelemadó 1%-os támogatására. A Vigadó Kulturális és Civil Központ idén újra összeállította és aktualizálta ezen szervezetek listáját. Ezzel is segítve a helyi lakosoknak a döntésben, hogy adójuk 1%-ával Monori Egyesület alapítvány működését támogassák. A részletes listát megtalálják a város honlapján. Monorváros önkormányzata pályázatot hirdet a Monori Kossuth Lajos óvodában egy fő óvodapedagógus intézményvezető magasabb vezetői megbízással munkakör betöltésére. A pályázat benyújtásának határideje április 20-a. Bővebb tájékoztatást Monorváros honlapján érhetnek el, illetve Burján Sándortól kérhetnek a 29-es körzet 612-305-ös telefonszámon. Az elmúlt években Monor is rendszeresen részt vett az országos szemétszedő akcióban, melynek köszönhetően évről évre több köbméter szeméttől tisztítottuk meg közösen a város területét, olvashatjuk Monor város oldalán. Idén április 6-án, azaz jövő hét csütörtökön 13 órától újra közös hulladékgyűjtésre hívja a város a lelkes önkénteseket. Monorváros önkormányzata az eddigi gyakorlatnak megfelelően a februári testületi ülésen döntött arról, hogy az idén, augusztus 31. napjáig harmadik életévüket betöltött és óvodai jogviszonnyal nem rendelkező gyermekek óvodai beiratását mely időpontokban tehetik meg. Április 20-án 8 órától 18 óráig, április 21-én 8 órától 16 óráig, április 24-én 8 órától 17 óráig. Felhívjuk az érdekeltek figyelmét arra, hogy a beiratást a körzetük szerinti óvodákban tudják csak megtenni. Az ehhez szükséges dokumentumok listáját megtalálják a www.monor.hu oldalon. Április 19-én délután 4 órától a Monori Művelődési Központban kerül megrendezésre a Szépkorúak Fóruma, hiszen a város vezetése fontosnak tartja, hogy ez a korosztály is napra kész legyen a várost érintő kérdésekben. A tervezett program szerint először a polgármesteri tájékoztatót, majd a rendőrségi bűnmegelőzés és balesetmegelőzési tanácsokat, végül pedig a gondozási központ vezetőjétől az időskori ellátásról, illetve a katasztrófavédelem részéről a tűzbiztonsági tanácsokat hallgathatják meg. A fórum végén lehetőség lesz kérdéseket feltenni a jelenlévő előadóknak. A Monori Kövál Zrt. Felhívja városunk lakosságának figyelmét arra, hogy a zöld zsákos hulladék elszállítás április hónaptól kezdetét veszi. Monor 1-es körzetében április 3-án, a 2-esben április 4-én, a 3-asban április 5-én, a 4-es körzetben április 6-án, míg az 5-ös körzetben április 7-én. Péteriben április 11-én, Vasadon április 28-án, Monori Erdőn pedig április 21-én szállítja el a szolgáltató a zöld zsákos hulladékot. A Kövál 2 darab zöld zsákot juttatott el minden háztartásba, ha ettől több mennyiségre van szükségük, akkor a 29-es körzet 411-309-es telefonszámon érdeklődhetnek a további zsákok beszerzésével kapcsolatban. A Monori Kövál Zrt. Értesíti az érintetteket, hogy húsvét hétfőn, vagyis április 17-én szemétszállítás nem lesz, helyette április 18-án szállítják el a hulladékot.
A Kövál felhívja továbbá a lakosság figyelmét, hogy a 2017. évi városi patkányírtás tavaszi fenntartási munkálatainak időpontjai a következők. Április 1-e és 2-a, április 8-a és 9-e, április 15-e és 16-a, április 22-e és 23-a, illetve április 29-e és 30-a. Esős idő esetén a dátumok eltolódhatnak a májusi hétvégékre is. A Római Katolikus Egyház közösség fiatal tagjainak előadásában egy új városi rendezvényt szervez a Tóner Ferenc Alapítvány, melyre április 9-én 17 órakor a Szent István téren kerül sor. A szervezők vallási hovatartozástól függetlenül mindenkit szeretettel várnak a Passió című előadásra. Április 8-án 15 órától kerül megrendezésre a Monor környéki Strázsa borrend szervezésében a 23. Monori meghívásos borverseny a Monori József Attila gimnáziumban. A szervezők várják a profi és amatőr borkedvelőket, hiszen a szakmai zsűri mellett a társadalmi zsűri is értékelheti a nevezett borokat. Erről a programról mai adásunkban Ambrózy Pál nagymesterrel bővebben is beszélgetünk. A vörös csókák tavaszi veszettség elleni immunizálása céljából csalétket szórnak városunk külterületén, ezért Monoron is ebzárlatot rendeltek el 2017. április 3-a és április 24-e között. Az ebzárlat időtartama alatt tartási helyén minden kutyát és macskát elzárva kell tartani, zárt udvarban a kutyák elzárását vagy megkötését mellőzni lehet, ha azok onnan ki nem szökhetnek. Kutyát tartási helyéről csak pórázon vezetve és szájkosára szabad kivinni. A csalétek vakcina kiszórásának időpontja 2017. április 3-a és április 6-a közötti időszak, ettől kezdve 21 napig tart az ebzárlat. Bővebb információt, illetve a települések listáját a www.monor.hu oldalon érhetik el. Tájékoztatjuk a kisgyermekes szülőket, hogy a Monori Bölcsöde nyílt napot tart április 21-én 9 és 12 óra között, így betekintést nyerhetnek a bölcsis mindennapokba. Várják azokat a szülőket is, akik még csak tervezgetik, latolgatják, hogy beiratják gyermeküket az intézménybe. Tüske Tamás, a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő ZRT projektvezetője a március 22-én megtartott M4-es gyorsforgalmi út lakossági fórumán először ismertette a szakasz műszaki és egyéb paramétereit. A teljes szakasz Üllőtől egészen Cegvédig tart, ami két építési ütemben valósul meg. Az első szakasz Üllőtől Albertírsáig, míg a másik szakasz Albertírsától Cegvédig tart. A beruházás teljes hossza kicsivel több mint 44 kilométer. 2019. szeptemberére mindkét építési szakasz munkálatai be fognak fejeződni, amelyre a hazai költségvetés biztosítja a forrást. A szakasz számos engedéllyel rendelkezik, amelyek meghatározzák a beruházás paramétereit. Gyakorlatilag egy 26 méter 60 cm koronaszélességű autópálya keresztmetszetnek megfelelő út fog épülni, amelynek leálló sávja stabilizált kőzúzalékból lesz kialakítva. A körülbelül 30 km hosszúságú egyes szakaszon 5 külön szintű csomópont fog létesülni, 14 hídműtárgy, 603 méter zajárnyékoló fal, valamint Pilis településtől nyugatra elkerülő országos közút fog épülni. A szakaszon létesül egy egyszerű pihenő Pilisnél. A nettó érték 52,1 milliárd forint. Jelenleg még folyik a terület és a beszállítások előkészítési munkái. A projektvezető felhívta a figyelmet arra, hogy hamarosan a szakasz teljes hossza építési területnek fog minősülni, egy illetéktelenneknek a belépés fokozottan életveszélyes és tilos. Lesznek olyan keresztező utak, amelyeket ideiglenesen keresztben metszerez a nyomvonal. Ezeknél az utaknál a végső állapotban egy korrekció kerül kialakításra, de Tüske Tamás megjegyezte, hogy nem minden útnál, csak azoknál, ahol a terv tartalmazza. Addig sajnos ezeken a helyeken balesetveszélyes szituációk alakulhatnak ki, ezért fokozott figyelmet kérnek az autósoktól. A projektvezető beszámolója végén megköszönte az önkormányzatoknak együttműködésüket, és a továbbiakban is kérte támogatásukat. Ezt követően a lakossági kérdésekre került sor, aminek köszönhetően egyebek mellett megtudhattuk, hogy a Monori József Attila utcán nem kell számítanunk átmenő építési forgalomra, illetve vadátjáró nem kerül majd kialakításra a szakaszon, viszont vadvédelmi kerítés igen. A beruházással kapcsolatos észrevételeiket, kérdéseiket az info@nif.hu-ra küldhetik el.
Március 28-án a Monori polgármesteri hivatalban ünnepélyes keretek között írták alá az iskolák vagyonkezelői szerződését a 17 település vezető és a Klebersberg központ képviselői. Az ünnepségen beszédet mondott dr. Rutkáné Molnár Mónika, a helyi tankerület vezetője, dr. Solti Péter, a KLIK elnöke, dr. Szűcs Lajos országgyűlési képviselő és dr. Zsombok László polgármester. Természetesen a Gemini Televízió is részt vett az eseményen, amelyről a beszámolót mai műsorunkban láthatják. Köszönjük figyelmüket, a Gemini Televízió adása folytatódik.